Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm stúdiónk vendégét, Aranyos Sándort, a Skanzen muzeológusát. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szia! A beszélgetésünk apropóját a Junior Prima díjad adja. Ugye ezt a díjat 30 év alatti fiatalok szakmai elismerése után kapják. Mit jelentett neked, vagy mit jelent neked ez a szakmai elismerés? Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 4-5 éves munkám beért. Megért az a gyümölcs, amire óriási erőt és energiát fektettem. Azt tudni kell, hogy a közművelődés és népművészet kategóriában kaptam meg ezt az elismerést, és múzeológusként a szakmánkban még senki nem kapott junior prima primissima díjat, sőt, én azt is megkockázatnám, hogy prima primissima díjat sem. Nagyon nagy meglepetés és nagyon nagy öröm volt számomra, hiszen általában néptáncosok, népzenészek, népiparművészek, népművészek kapják meg ezt a díjat, és idei évben benne lehettem abban a 10 kiváló fiatalban, remélem ez nem nagy képűség, de hogy így fogalmazok, akik felállhattak október 29-én a díjátadón. Ez ilyenkor hogy megy? Hogy téged jelöl valaki, vagy te írsz egy szakmai életrajzot, életutat, és azt adod oda a bírálóbizottságnak? Mi alapján kaphatja meg valaki, vagy fedezik fel a fiatalt? Ötvözzük a kettőt, amit elmondtál. A főigazgató kapott egy jelölést, és megkért engem, hogy állítsam össze a szakmai portfóliómat. Kitérve bennem minden apró részletre. Én összeállítottam a portfóliót, a főigazgató a Szabadtér Néprajzi Múzeumban aláírta a jelölőlapot, és ezt a kettőt összeraktuk, és bement a zsűri elé. Akik aztán kiválasztották, így van. Nagyon-nagyon érdekes volt, mert a fogadásnak a végén volt lehetőségem beszélni két olyan úriemberrel, akik benne voltak a zsűriben, és említették, hogy a utolsó kalapban két ember volt, egy népesemondó és én. És egyöntetően azon a véleményen voltak, a két úriemberre gondolok, akik kart rántottak érten, és úgy gondolták, hogy végre idei évben egy olyan embernek kell, egy olyan közművelődés népművészet terén sikereket elérő embernek kell megkapni ezt a díjat, aki kicsit másképpen használja fel azt a tudást, azt a gyökerekben lévő tudásbázist, mint azok a népművészek, néptáncosok, népiparművészek, akik az elmúlt években megkapták. Ugye szakmai elismerés. Akkor egy picit szakmázzunk, hogy milyen munkásság, vagy milyen munkásság áll, vagy van a hátad mögött, ami miatt, vagy ami után te megkaptad ezt az elismerést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyerek vagyok, Tiszavasváriból él még jelenleg a családom is, és onnan kerültem Debrecenbe. 5-6 éven keresztül a Debreceni Egyetemnek a hallgatója voltam, ahol néprajz és első perctől kezdve múzeológia specializációt hallgattam, de már az egyetemi éveim alatt is éreztem, hogy az én irányom az nem kutatói pálya, nem egy tudományos pálya, nem mintha a múzeológiai pálya nem tudományos vagy kutatói lenne, de én szeretnék nyitni egy kicsit ennek a tudásanyagnak, ennek a tudásbázisnak a minél szélesebb körű és nagy lehetőségeket magában rejtő bemutatásában. Így egy fél évig, talán több is, mint fél évig Kolozsváron tanultam, illetve Sepsiszentgyörgyön dolgoztam a Székely Nemzeti Múzeumban, aztán visszakerültem Magyarországra, akkor kaptam egy lehetőséget a múzeumtól, a Szabadtér Néprajzi Múzeumtól, de előtte 3 évig a Sóstói Múzeum falunak voltam a gyakornok múzeológusa, és tavaly volt lehetőségem Dániában dolgozni egy hónapot egy nagyon-nagyon elismert és neves európai szabadtéri múzeumban. Talán ez így röviden, tömören, dióhéjban összefoglalva a szakmai pályám, aminek a hatására most itt ülhetünk és beszélgethetünk. De ebben voltak, vagy vannak nagyon-nagyon sok apró sarokpont, ami úgy gondolom, hogy kinyitotta az elmémet, a múzeológiai elképzelésemet abba az irányba, hogy mi a jövő számomra, mi az én múzeológiai elképzelésem a jövő számára. Úgy veszem ki a szavaidból, hogy te már az első pillanattól tudtad, hogy te ezt szeretnéd csinálni, tanulni, és utána ezzel foglalkozni, de honnan jött ez a mérhetetlen szeretet a kulturális örökség ápolására, továbbivésére, bemutatására? Tökéletesen jól érzed, az első perctől kezdve ezt akartam csinálni. Érdekes, mert
Nagyon sokáig gondol, de ingen máshonnan kezdeném. Egyedi biológia szakos gimnáziumban jártam. Ott voltam folyamatosan az összes versmondó verseken, ha valakinek valamilyen esemény alkalmából versett, vagy szöveget, vagy prózát, vagy bármit kellett mondania valakinek, akkor legyen az aranyossai. És akkor kiálltam, és akkor elmondtam, és tetszett nekik. És nagyon-nagyon érdekelt egyébként már a gimnázium éveim alatt is a történelem. És amikor elérkeztem a pályaválasztáshoz, akkor erőforrás menedzser szerettem volna lenni, de nem vettek fel. Most már azt mondom, hogy hál' Istennek nem vettek fel, és abban az egy évben egyébként menedzsmentet, kulturális menedzsmentet is tanultam. És a én nagyon sokszor azt mondom, hogy én vagyok az a szerencsétlen, vagy mi vagyunk azok a szerencsétlen generáció, akik belecsúsztak minden változásba. A kétszintű érettségitől kezdve, sőt, hogyha előrébb megyek, akkor a zsolnai rendszer, a nemzeti alaptanterv, a kétszintű érettségi, és utána pedig az egyetemi oktatásban az alap és bölcsés, vagy alap és mesterszakos kétszintű képzés. Na most, és akkor választanom kellett, hogy néprajz vagy történelem irányába megyek. És mivel gyerekkorom óta néptáncoltam, ezért úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg ezt a néprajz dolgot. És az egyetemi évemnek az első évében, talán vagy másfél évében, úgy gondoltam, hogy én a néptánccal szeretnék foglalkozni. És sajnos akkor ért egy nagyon nagy csalódás az egész néptánccal kapcsolatban, és úgy gondoltam, hogy nem. Az én irányom az nem a néptánc, nem a úgymond klasszikus néprajz irány, hanem egy modern néprajzi és múzeológiai szemléletet szeretnék követni. Honnan jött a kapcsolat, vagy hogyan kerültél kapcsolatban a Szentendrés Kanzennel? Ugye azt már előbb egy picit említetted, de akkor egy picit bontsuk is ki. Igen. 2010 óta dolgozom a Szabadtér Néprajzi Múzeumban, itt Szentendrén, és még kint voltam kolozsvári éveim alatt, amikor kaptam egy e-mailt, hogy küldjem be az önéletrajzomat. Egyébként nagyon érdekes, mert a Szentendrés Kanzennek a felső vezetői közül, jelenleg, illetve volt felső vezetői közül is, 5 ember engem tanított az egyetemi éveim alatt. Tehát ismertek, bevontak kutatásokba, Berecki Ibolyával jártam ki terepgyakorlatokra, Sári Zsolttal jártam szintén 20. századi kutatásokra, a Káldi Mária tanított nekem közművelődést, Cseri Miklós oktatott engem skanzenológiára, múzeológiai módszertanra, modern múzeológiai módszertanra, és ők csak elültették, tovább növesztették bennem azt az elképzelést, hogy igenis, nekem múzeológiával kell foglalkoznom. De 2010-ben kaptam meg azt a lehetőséget, hogy bekerülhetek, akkor még a TÁMOP által finanszírozott Múzeumi Oktatás és Képzési Központnak egy pályázatnak a véghez vitelében. Akkor még kommunikációs szakemberként dolgoztam, de akkor is nekem a munkaidőmnek a jelentős részét a magyarországi múzeumokkal való kapcsolattartást tette ki. És akkor kaptam különböző lehetőségeket bekapcsolódni kiállításrendezésekbe, különböző kutatási programokba, de már akkor a múzeumban voltam. És talán a legnagyobb lehetőség a számomra az volt, amikor 2012 év végén volt egy óriási változás a magyarországi múzeumi szervezetben, amikor a megyei múzeumi struktúrákat szétbombázták. És a Szennai Skanzen Kaposvártól 9 kilométerre tagintézményként került a Szentendrei Skanzenhez. És akkor 2 éven keresztül annak az intézménynek a vezetői feladatait láttam el. És az volt, úgy gondolom, az a 2 év, az a 2 tanuló év, amikor sziklaszilárd elképzelések alakultak ki bennem, hogy merre kell továbbvinni a magyar múzeológiát. Sikerült olyan kapcsolatokat építenem Kaposváron, aminek a hatására, ha minden jól megy, és a Jóisten is azt akarja, akkor nagy lehetőséget behúzhatunk ennek a kis intézménynek a fejlesztésében. Amik szintén arra vonatkoznak, hogy a gyökereinkben lévő hagyományos tudást, hogy lehet átültetni a 21. században hasznos tudásra. És még a tervek, ha már itt ezt érintettük, milyen elképzelések vannak a fejedben? Az első elképzelésem az, hogy a tavalyi évben lehetőségként kapott Arcvonások című animációs filmemet egy nagyobb társadalmi kontextusban helyezzem. Meg nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést és negatívat is kaptam arra vonatkozóan, hogy ez a kiállítás, animációs film, szerintem most erről ne nyissunk vitát, ne menjünk bele pontosan ennek a részleteibe, ezt meg kell úgymond futtatni a fiatal korosztály előtt is.
Szeretném ezt egy kicsit tovább vinni ennek a filmeknek a csiszolását, és ezekből akár egy multimédiás eszköznek a megjelentetését, vagy nagyon-nagyon merész álmaim között szerepel az, talán nem is inkább nem merész, hanem csak az álmaim között szerepel az, hogy egy nemzetközi animációs filmfesztiválon megmérettessük ezt a munkát. A jövő évben a Szentendrei Skanzenben nyitni szeretnénk egy kicsit a gyerekek, illetve a kisgyermekes családok irányába, és kaptam egy lehetőséget két muzeológus kolléginámmal, hogy a magyar népmeséknek, a magyar népmesék mögött lévő kódokat, különböző tartalmakat egy másfajta kontextusba helyezzük. De ezen kívül szeretném ezt a díjat átforgatni olyan társadalmi tőkékké, szimbolikus tőkékké, amelyek úgy gondolom, hogy a szakmai pályám szempontjából fontosak lehetnek. Most gondolok itt egy tanulmányi ösztöndíjra, egy külföldi tanulmányútra, kutatói pályázatokra, amelyek lehetőséget biztosítanak számomra, hogy ezt a múzeológiai elképzelést, ami a fejemben van, ehhez egyrésztről alapokat gyűjtsek, amiket utána be tudok mutatni különböző kiállításokon, vagy animációs filmekben, vagy multimédiás eszközökön. Hát mi csak ehhez szurkolunk, és kívánjuk, hogy ez legyen így. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük szépen a beszélgetést. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra.